szép ez a Balaton felvidék. Na mondd el, miért álltunk meg? Hát, mert igazából Szent Antal fára indultunk, az volt a következő állomás, de megláttam a dombtetőn egy kápolnát. Jó van. Sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Van egy szabad napunk, és úgy döntöttünk, hogy gurulunk egyet a Dunántúlon. Az első úti cél Gyulafirátot lesz, Zirc mellett egy kis település, ahol egy premontrei kolostoromot nézünk meg. Aztán meg megyünk tovább a Balaton felvidékre, meglátjuk, mi fér bele. Ez így nekem kényelmesebb. Na, várjál, mit mondjak. Itt vagyunk most egy templomromnál, Csákvár után. Kerek templom a neve, ez egy középkori templomrom maradvány. Kerek Szent Tamás nevű település állt itt, 13. században alapították, és hát egészen állt a török időkig, és véglegesen egyébként 1704-ben pusztult el, de már állítólag a település már a török idejében, tehát az 1600-as évek végén lakatlanná vált. Valószínűleg egy török támadás pusztította el. De nagyon szép a templomrom, ami maradt belőle, és szép helyen fekszik. Jó így? El akartam mondani a köröztutat. Senki nem fogja véghallgatni. Igen, Urbex. A kút 1959-es számára. Na, szóval megérkeztünk. Itt vagyunk Gyulafirátóton, ennél a premontrei kolostoromnál. Maga a települést azt a Rátót nemzetség alapította, és az első feljegyzés Mátyás esztergomi érsekről származik, aki IV. Bélának a tanulótársa volt, majd az ő szolgálatába szegődött, később kancellár is lett, és ő hívta ide a premontreieket.
Azért jöttek ide Magyarországra, hogy a francia műveltséget kicsit terjesszék, és hát elég sokáig voltak itt. Maga ez az egész épület, ez egy kétszintes épület volt, és volt benne ebédlő, sekrestje, ugye, kerengő, tehát egy hatalmas épületegyüttes lehetett az egész. És hogy mi történt Mátyással, az esztergomi érsekkel, amikor volt a Muhi csata, és jöttek a tatárok 1241 áprilisában, védte a királyt, és a Muhi csatában így vesztette az életét, tehát feláldozta magát azért, hogy IV. Béla Magyarország királya megmenekülhessen. Úgyhogy hűséges volt a tanulótársához. Nagyon szép ez a kolostorom. Érdemes elmenni. Oh,
véget a mai túránk Dörös-tónál, itt a Balaton felvidék elején, mert az eső közbe szólt, úgyhogy indulás haza. De azért klassz volt, szép volt. És gyertek motorozni, ide nagyon szép hely.